Üdvözlök mindenkit, Necrofrim vagyok, jönnek is Ghost Recon Wildlands, bizony, nem csak Warframe-mel szoktam játszani, csak jól titkolom, az az igazság. Nemrégiben csináltam egy videót Wildlands-ről, ahol igazából az egekig magasztaltam a játékot, és most csak azért vagyok itt, hogy ezt visszavonjam. Na jó, csak vicceltem, nem? Igazából folytatnám ezt a magasztalást. A játék még mindig jó, és nemrég jelentették be ugye a Season Passokat, a második éves Season Passokat, és persze bizonyos összegén. Na most, hogyha ezt megveszed, akkor hozzáférés kapsz néhány itemhez, de viszont, ha nem veszed meg, akkor ingyenesen fogsz ugyanúgy hozzáférni, hát nem is feltétlenül az itemekhez, mert egy-két item persze, ha már fizetsz, akkor kap valami olyasmit, ami másnak nincs meg, de minden más content, ami kijön, a Season Pass-szal, úgy értem, játszható content, az azért ingyenes lesz, és ez egy nagy szó, ugye az Ubisoft igen-igen átalakította az üzlet politikáját, és mondjuk úgy, hogy úttörők lettek abban az apró dologban, amit úgy hívjuk, hogy támogassuk a játékot éveken keresztül, tehát folyamatosan update-ek jönnek minden játékukhoz, és mit nem ad az Isten, például ugye a For Honor is ugye egyre-egyre update-elik, és azt mondogatják az emberek, hogy már egészen játék alakot kezdett felölteni. Úgyhogy, hát jó, meglátjuk, lehet, hogy még abból is lesz valami játék a végére, most még félnék megvenni a For Honor-t, de a Ghost Recon Wildlands-et azt azért teljes mértékben tudom ajánlani. Lássuk is, még mielőtt belevágok a mostani videó témájába, honnan jött a játék. Ugye meglett az alapjáték, már eleve nem kevés kontenttel. Nem azt mondom, hogy a legváltozatosabb, de minden bizonnyal a történet vitele olyan volt, hogy érdemes volt folytatni a játékot. Aztán jöttek a különböző patch-ek, update-ek, és bejött egy Predator mód, kurva jó volt, rohadtul szórakoztató volt a multiplayer-e neki, elég intenzív tud lenni, nem azt mondom, akciódús, de intenzív tud lenni. Predator mód után bejött ugye Sam Fisher, hát ugye aki szereti a Splinter Cell sorozatot és közel áll a szívéhez és együtt nőtt fel a karakterre, az mindenképp így hozzá ragaszkodik, és egy kellemes, hogy is mondjam, retro feelinget nyújtott az a küldetés, amikor Sam Fishert kellett végigkerülni, még ha rövides volt, de tényleg egy jó kis történet, és főleg az az utalással a Metal Gear Solid felé, hogy Solid Snake már elment nyugdíjba, és most már csak ő van egyedül, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy később fogunk kapni egy Sam Fisher játékot. Hát, kíváncsi voltak. Na de, most újra itt vagyunk, és igazából csak szólnék nektek, hogy íme eljött a második kettes évadnak a ideje, és meg is nyitották ezt az egész történetet egy kis Rainbow Six Siege-el, hölgyeim és uraim, spoiler alert, aki még nem játszott vele, spoiler alert, és azt kell mondjam, ez is csak egy rövid történet, nem semmi nagy extra, de a tudat, hogy fogták az egyik játékuk, talán az egyetlen nagy komoly játékuk, ahol egy tök jó rajongó bázis van, ugye Rainbow Six is az egyik legjobb kompetitív shooter, ami jelenleg odakint van, fogták és beépítették a Ghost Recon Wildlands-be Carrera-t, Valkyrt és Twitch-et. Egy kis apró történetben Carrera elindult egy ilyen rampage-en Bolíviában, és kiderült, hogy a testvére neki, a rendőrségnek dolgozik, beépült volna a kártelbe, és persze lebuktatta volna, de balul sültek el a dolgok, és fogságba került a tesó, és hát még egy utolsó telefonhívás lenyomott Carrera-nak, és Carrera elindult a megmentésére, és egy ilyen kilik spree-ben indult Bolíviába, és nekünk kell őt megtalálni, és a végén kiukadunk oda, hogy hát akkor szabadítsuk ki a tesót együtt. Végigmész a tesó, nagy bim-bum-bum lövöldözés, és majd aztán egy kiment, és aztán rájössz, hogy Carrera nem követ téged, neked kell őt vezetni, aztán visszamész, mert újra kezded a küldetést, és akkor rájössz, hogy Carrera-t el kell vezetni a helikopterhez, de valamiért az ő tesója automatikusan követ téged. Mindegy, meg van oldva, le van tudva, nagy csicsat, bum. A küldetés maga tipikus Ghost Recon Wildlands-es
csinálhatod a felét ilyen sunyiba, és nekik is mehetsz ilyen teljes frontálisan, de akkor készülj fel, hogy lesz valószínűleg lövöldözés rendesen. Szóval, miután kiszabadítjuk az öcsikét, van egy kis tök jó jelenet, amikor ott vannak a safe house-ban, és hát Bowman, hát annak, aki követi, ugye, Ghost Recon, mint játékot, ugye Bowman megpróbál információt kiszedni az öcsikéből a kartellel kapcsolatban, de az nem akarja kiadni az információt, mert hogy hát ő a rendőrség, a helyi rendőrségnek dolgozik, nem pedig Bowmannak. Bowman meg megfenyegeti, mondhatni így finoman, és egy volt egy ilyen adott pillanat, ami kurva jó volt, hogy így egymáshoz szembe álltak a Rainbow Six Siege-es arcok, a te arcokkal, ugye a Ghost Recon-ös arcokkal, és az egésznek az ironiája az, hogy az én karakterem is a Rainbow Six Siege-ben egy női karakter, bocsánat, a Ghost Recon Wildlands-ben egy női karakter, és akkor azt látva, hogy így a női karakterek felsorakoznak, na most akkor itt ilyen chick fight című történet lesz, de az egésznek volt egy varázsa. Van egy rajongói tábor, aki a Tom Clancy játékokért esetleg magáért a Ghost Recon sorozatot szeret, és van most odakint egy nagyon nagy rajongótábor, ugye, ami a Rainbow Six Siege-et követi és szereti, és nem beszélve a crossover a két játék között egy nagyon jó hangulatot adott, főleg azoknak, akik mind a két játékot szeretik és játszák, egy nagyon jó hangulatot adott, és mindenképpen egy ilyen alapot adott a történetnek, hogy na vajon kik lennének a jobbak ebben a játékban, a Rainbow Six Siege vagy a Ghost Recon Wildlands, hogy melyik tábor lenne az erősebb, aztán kiderül, egy ilyen kis sárdobálás megindul a két tábor között, nagyon komoly lenne valószínűleg. Na de, azt kell, hogy mondjam, hogy egy jó másod évadnak is nézünk elébb, és a Ghost Recon Wildlands nem az a játék, amit orba szájban nyomasz, mert szét kell farmolnod az agyadat, nem, kijátszod a single player-t, lenyomod a Predator, segítesz Sam Fishernek, lenyomod ezt a küldít a Rainbow Six Siege-et, de nem kell sietned vele sehova. Szóval egy olyan játék, amit jó időről időre update-elnek, de nem az, hogy minden napjönet ott kell töltsen. És kellemes visszamenni időről időre egy jó kis játékot eljátszani, egy olyan játékért, amit már kifizettél, nem tudom, egy éve, két éve lassan valamennyi összeget, és még mindig ott van, és free content sheet-et kapsz, mert hogy miért ne. Szóval le a kalappal, Ubisoft, köszi szépen, ez tök jó volt. Még nem ért véget amúgy, ezzel az update-tel bejött egy úgynevezett Ghost Mode is. Most ez a Ghost Mode, én nem vettem Season Pass, ez a Ghost Mode egy kicsit később érhető el, 31-én, ha jól tudom, mindenki másnak. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, keményebb küldetések lesznek, jó rewardokkal, lehet így mondani, de állítólag föl kell készülni becsülettel rájuk, mert nem lesznek könnyűek, és végig mennék rajtuk, de állítólag jó kis cuccok fognak belőle esni. Kiderül majd, meglátjuk, de ígéretesnek hangzik, hogy őszinte legyek, tehát egyféle survivor mód, küldetés mód, féle mód. Ha értitek. No, de mindenképp szerintem csinálok róla egy update videót, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, de majd 31-e után. Na jó, srácok, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, Discord szervünk bárki számára elérhető, kommenteket, kérdéseket a videó alatt, avagy Facebookon várom ki, hol szereti. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!